Látnoki képességem abban nyilvánul meg, hogy nem intézek feléd kérdéseket. Kapcsolódok a történetedre, mivel ugye a Csicsavszki úrnőjósok.hu oldalán már beregisztráltál és a kombinált jóslást választottad, így ezáltal lehetőséget adsz nekem, hogy ténylegesen megnézem, hogy a jelenlegi helyzetedben mi vesz téged körül. Nagyon fontos, hogy fel kell építenünk a történetedet, és érteni fogod, hogy miért is van az, hogy mindig ugyanabba a hibába futsz bele. Nagyon sok ügyfél rögtön az első 10 percben már a jövőképéről szeretne tudni, de azt tudnotok kell, hogy ez olyan, mint egy gyermek születése, vagy egy házépítés. Mindig az alapokból indulunk ki. Az egy órába bele kell sűrítenem a lényeget, hogy tudjad, hogy miről van szó, tudjad, hogy a jelenlegi helyzetedben milyen elakadásaid vannak, melyek azok a személyek, azoknak a történetéről fogok neked első körbe beszélni. Legyen akár ténylegesen családon belüli anyai, apai oldal, legyen akár párkapcsolaton belül, miért nem tudod kialakítani a lényeget, a megfelelő partnert bevonzani, mert nagyon fontos, hogy melyek azok a dolgok, és melyek azok a problémák, amit magunkkal cipelünk. Szóval gondolkozzatok el ezen, mert nagyon érdekes lehet, főleg, hogyha a tudás a kezedben van, és végig gondolod a történetet. A kártya az egy eszköz, a kártya nekem van segítségemre. De egy idő után, amikor már folyamatosan fejlődünk, hiszen ez a karizmák folyamatosan fejlődnek, ezzel kelek, ezzel fekszek, rengeteg ügyféllel foglalkozok nap mint nap, mindenkinek más története van. Van, akinek az első 10 percben ténylegesen csak a 8 éves koráról kell beszélnem, a 26 éves koráról, és utána már rögtön a mostani időszak, amikor most volt a bankba, mert lakást akar venni, és a jövőképét úgy építjük fel. Édeseim, nagyon fontos, hogy türelem játéka a történet, amennyiben, ha azt szeretnéd, hogy ténylegesen konkrét információkkal tájékoztassalak, a lényeget, tehát nem egy általános jóslás, jó? Nem kártyát konkrétan vetek, a tudás, ami bennem van, amivel segítem az életedet, és türelmesnek kell lenned, engedd, hogy végigvigyelek a történetedbe. Én utazok, te felírod. Igen, fel kell írnod, édesem, a te történetedet, a te problémád, melyek, amik körülvesznek. És ez nagyon fontos, édesdrága szerelmeim. A következő alkalom, amikor felveszed velem a kapcsolatot, tovább fogjuk vinni a történetedet, hiszen azok a problémák, amelyeket a jelenlegi helyzetedben vetítettem neked, ha te azt nem tudod megoldani, hogyan is várod el, hogy teljes működőképes legyen a történet. Szeretnél tudni az anyagi bőségedről, vagy a szerelmedről? Persze, édesem, van mindenre lehetőség. Amennyiben, ha a kozmikus jóslást választod, ott a szerelmetnek az érzéseit, aki a szívednek fontos, azt fogom levetíteni. Egy kombinált jóslásnál valószínűsíthetően a jelened, a jövődet, ami körbeveszi, a múltadból kell szemlézgetni. És úgy jövünk felfele. Türelmi játék, mint a gyermek születése, foglalkozni kell vele, ezáltal fogsz gyógyulni. Ezáltal fogunk blokkokat oldani, ahogy hagyod, hogy én beszéljek helyetted. Emiatt nem érhet csalódás. Szóval a Csicsavszki úrnőjósok.hu oldalán, amennyiben a kombinált jóslást választod, az első alkalomkor tényleg házat fogunk építeni, mert nagyon fontos, hogy milyen területet járunk be, milyen útvonalat jártál be annak idején, édesdrága szerelmem, ahhoz, hogy én fel tudjalak szólítani, és el tudjam mondani neked a konkrét neveket, konkrét történeteket, amitől kiráz a hideg, meleg, úristen, honnan tudom? Igen, mert bennem van a tudás, az én tudásommal foglak téged segíteni, ez a lényeg, foglalkozok veled a te történeteddel, mert én belelátok, engedélyt adtál rá, és ez a nem semmi, édeseim. Mivel telefonon keresztül működik, teljesen mindegy, hogy milyen néven regisztráltok be. Az a lényeg, hogy a hangod elegendő. Teljesen mindegy, hogy meg vagy fázva, vagy esetleg túl sok jégkrémet ettél, az a lényeg, hogy a te történetedről fogok beszélni.